Szavaztok, Bús István vagyok, a Playboy főszerkesztő, és arra gondoltunk, hogy érdemes lenne a online verziónkat, a playboy.hu-t videóval frissíteni. Ez egy próbálkozás, hogy ha jól sikerül, akkor megtartjuk, hanem akkor meg letörjük örökre a netről. Mindannyian tudjátok, hogy ami fölkerült a netre, azt le is lehet törölni. Mindörökre, ez most be fogjuk bizonyítani, de reméljük, hogy jól fogadjátok majd. Először is szeretném nektek megmutatni a különböző relikviáimat. Ez a kulcstartóm egy Millennium Falconnal. Igen, jól gondoljátok, egy Millennium Falconnal járok dolgozni, másfélszeres fénysebességgel. Nem, hát ennek az a története, hogy az unokaöcsémnek vettem egy játékboltba ezt, de mikor hazamentem, akkor rájöttem, hogy nem fogják megkapni, hanem az én kulcstartómat fogja képezni ez a Millennium Falcon. Azóta is velem van, és azóta is rengeteg embernek tetszik, de a legfontosabb, nekem tetszik a dolog. Aztán hadd mutassam meg, télen és nyáron is fontos a folyadék bevitel, és én ezt most egy teával oldom meg, és egy Darth Vader-es bögréből, amit a feleségem rendelt körülbelül aranyáron az interneten. Nagyon hálás vagyok neki ezért, és az ő egészségére is. Most akkor iszom egy kis teát. Illetve a pólómat megnézitek, ez pedig most már egy több éves darab, de mindig örömmel veszem föl, és a legnagyobb örömmel akkor, amikor Star Wars premier van a moziban. Azt gondoltam én, hogy nagyon egyéni leszek azzal, hogyha egy zakót veszek fölé, de a férfiak 90%-ig volt felöltözve, tehát hogyha trendik akartok lenni, akkor ne vegyetek föl semmilyen Star Wars-os dolgot. Sisakot pláne nem, mert akkor nem engednek meg a moziba, ez egy ilyen rendszabály. Úgyhogy menjetek úgy, ahogy szoktatok, de nézzetek ki jól. Ugye olvashattuk a Star Wars-ról sok helyen, tudok, ez a Playboy-ban is, a Playboy decemberi számában, hiszen óriási felületet kapott maga a film. És olvashattuk azt, hogy a Disney cég, mint megvette a Lucasfilmet, 30 évvel számolt, tehát 30 év a minimum, amíg velünk lesz a Star Wars, ami azért sokkoló, mert addigra én pont 70 fölött leszek. És mihogy 6 évesen volt az első Star Wars élményem, vagy 7 évesen körülbelül, itt tulajdonképpen a családomon kívül ez az egyetlen dolog, ami az egész életemet végig fogja kísérni, ha minden jó megy. Ami kifejezetten tetszett a filmben az, hogy a J.J. Abrams, ez az igazi geek csákó, a rendező és forgatókönyvíró, hogy nyúlt hozzá a dologhoz. Ugye volt az előzmény trilógia, a bajos árnyak, a klónok támadása és a szitek bosszúja. Ezt az ortodox Star Wars-osok nem tartják a Star Wars részének, csak az első három részt. És J.J. Abrams nekik kedvezett, nekik is elsősorban. Méghozzá azzal, hogy felépített mindent, minden makett volt, minden igazi volt, viszonylag kevés volt a CGI az dologban, azért volt persze benne CGI, de hogy ahogy kinéz az egész, ahogy elkezd működni, valóban visszahozza azt a régi módi, régi típusú Star Wars-t, amire a mai 30-as, 40-es korosztály férfiai mind megőrültek. Az még az érdekes dolog van, hogy egy kicsit szájbarágosnak érzem néha a párbeszédeket, de ez pedig azért lehet így szerintem, mert el akarták mondani azoknak, akik még Star Wars szűzek, hogy mégis mi a fene az egész. Tehát, mikor úgy érzitek, hogy egy kicsit kétszer mondanak el mindent a filmben, akkor az azért van, mert arra is gondoltak, aki nem ismeri még a Star Wars magát, és ezért egy kicsit talán szájbarágos. Nagyon érdekes a sztoria a filmnek, mert már több helyen is megírták, és én csak a kritikák után jöttem rá, hogy ez valóban az 1977-es új remény, amivel kezdték az egészet, de persze a negyedik epizód lett, tehát az új reménynek a remake-je. Ugye sivatagban vagyunk, van valami sivatag lakó, aki rájön, hogy valami különös képessége van, van egy robot, amelyikben üzenet van, és ezt el kell vinni valakinek, de csomó dolog visszaköszön, van főgonosz, maszkos főgonosz, tehát egy csomó dolog visszaköszön az új reményből, tehát valóban olyan, mintha J.J. Abrams egy remake-et készített volna, vagy egy rebootot, ami mondjuk újraindítja az egészet, ezt mindenki eldöntheti, de kísérletetés a hasonlóság a két forgatókönyv között. Beszéltünk már a makettekről, hogy mennyi minden fölépült élet nagyságban és elég életszerűen, és ez nagyon érdekes volt nekem látni, hogy milyen szinten működik gép, meg makett és a természet együtt. Tehát láthatjuk ugye már a teaserekben, a trailerekben is, ahogy repesztenek a X-szárnyú vadászok a víz fölött, és fröcsög a víz. Láthatjuk, hogy a Millennium Falcon súrolja a sivatagot. Láthatjuk a tájvadászokat, hogy a nap felől érkeznek. És ez szerintem nagyon klassz, ahogy a természeti képek és a gépek, az űrhajók egymásra reagálnak. Nem csak a világűrben vannak tök látványos és jó űrcsaták, hanem mondjuk a bolygók légkörében.
Vagy például, amikor előront a fenyőerdőből a Millennium Falcon, hát az is egy ilyen emblematikus pillanat. Nagyon fontos megemlíteni a női főszereplő Daisy Ridley-t. Ugye az előző, sőt az ősi trilógiában, a 77-84-ig kettő, azaz két darab nő szerepelt a Star Wars-ban. Az egyik Leia hercegnő volt kakaós csiga frizurával, illetve Mon Mothma, aki a Jedi visszatérben az ellenállás főnökeként mutatkozott be, és ő vezette harcba az ellenállást, a szövetséget, de ő is csak két percig szerepelt a vászton, tehát alapvetően nem voltak benne csajok. És most J.J. Abrams tényleg meglépte azt, amit 2015-ben szerintem egy filmkészítőnek tök fontos meglépnie, hogy a főhős egy csaj, egy nő, egy nagyon rokonszenves, okos, intelligens nő, aki erős is, tehát erős csaj, és úgy erős, hogy közben megőrzi a teljes nőiségét, a női principiumokat, ha úgy tetszik, úgyhogy belevaló dolog és előremutató európai és amerikai dolog az, hogy egy nő ebben a filmben egyenrangú tud lenni a férfi főszereplőkkel. Egyetlen jó tanácsom lenne, mielőtt beültök a filmet megnézni, hogy ne kövessétek az én hibámat, én sajnos hülye voltam. Én ahányszor újraindul a Star Wars, akár az előző trilógiánál, akár most is, én mindig arra gondoltam és arra számítottam, hogy megint úgy fogom majd nézni, mint egy 6-7 éves gyerek ezt a filmet. Én már 42 vagyok, nem fogom sohasem 6-7 évesként nézni semmelyik részt sem, és vártam azt a katarzist, azt az agyelszállást, ami megtörtént gyerekkoromban. Ez nem jött el. Úgyhogy ti is erre vártok, hogy majd ez ugyanolyan felemelő lesz, és ugyanúgy megváltoztatja az életeket, meg a gondolkodásotokat, akkor ezt felejtsétek el, üljetek be a moziba, ez egy nagyon jó film, egy jó blockbuster, működni fog, tényleg egy csomó kikacsintás van vele a régi idők felé, de ugyanaz az élmény már sajnos nem fogja visszahozni.